Úgy sziasztok, a nevem Jerikó, ez pedig egy újabb World of Tanks konzolos visszajátszás, amit a TR10-es amerikai médiumban, az M60-ba ülve fogok játszani, de mielőtt elindítanám a csatát, szeretnék boldog névnapot kívánni minden Miklósnak, és mindenkinek kellemes Mikulás napot, remélem mindenki gazdag csizmával ébredt. Nos, a pálya Sand River. Ugye ezt a pályát én már jó párszor bemutattam, mit lehet róla tudni? Hát ugye most D1-en fogunk indulni, természetesen, hogy a tornyos, nagyon jó látótávú medemet ide ki fogom hozni a kásóra, és itt próbálok majd felderíteni, vagy esetleg, ha valaki előre megy spotolni, ugye 4-20-as látótávon van, vígan hátul is maradhatok, így is úgy is tudok dolgozni, tehát önellátó is vagyok, de ha besegítenek, az a legjobb, mert akkor nem kell ugye bevinnem a frontvonalra. Mint azt már elmondtam, ugye frontunk az nincs, a tornyunk 178 mm-es, viszont ez troll. Tehát ez azért nagyon sok mindent lehet pattintani. A nagy erősségünk ugye a mobilitásunk, a 60 km plusz ugye 4-20-as látótáv, meg hát az ágyú se egy utolsó, 268-as alapátütés. Nem fogok prémium lőszert használni, csak az alapátütésre hagyatkozom, mivel az száll gyorsan, így pontos lövéseket le tudok adni. Ugye 390-es alfás csomagokat hoztam, ugye Mikulás alkalmával, ezt fogom szétosztani. Mire kell odafigyelni? Van kettő darab arti, akik együtt vannak, tehát neki külön bekészítek Mikulás csomagot, remélem sikerül is átadnom nekik. Plusz, ugye vannak TD, hát a többi az annyira nem érdekes. Tehát Vanguard van, aki gyors, lapos, kicsi és gonosz. Ő együtt van a VK100 01P-vel, hatalmas párosítás, tehát egy lomha heavy, egy light-a, nem is értem a szakaszt minek, ennyire simán csak beszélgethetnének, és nem kéne szakaszba lenni, de mindegy, ők tudják. Tehát a terv kásor, és azt végig tolni. Kb. Ennyi, aztán ugye Jeri tervez, Isten végez, vagy végé. Elindítom a csatát. Jelen pillanatban én már készen vagyok a csomagok elrejtésével, ugye gyerkőcöknek kiraktam a csizmába. Úgyhogy lesz meglepi reggel. Tényleg most ugye csütörtök este van, ha sikerül időben lefeküdnöm, akkor az azt jelenti, hogy péntek, azaz holnap, várható este stream, nem azt mondom, hogy hát órákig fog tartani, de másfél órát szívesen bepörgetnék, aztán meglátjuk, mennyien leszünk, majd attól függ. Jó, úgyhogy arra lehet készülni, hogy péntek kék osztriga, péntek este. Nos, megérkeztem. Ugye itt próbálok helyezkedni, hogy legyen gándepem is, mert ugye ott várható volt. FV4202P, ugye a Premium Tank már is kapott egy embereset. Boldog Mikulást, ugye az első csomagot bejuttattuk, de mivel nagyon jól viselkedett, ő két csomagot kap, már is gurul vissza, eléggé megfogyatkozott az 1400-as HP-ja. Hát itt már csak odalőttem toronynak, épp a legszéle látszott ki, úgyhogy annak az esélye, hogy én azt eltaláljam. T-54 Lightweight, ugye gyors is, ha ügyesen használja, akkor még pattintani is tud. Cseriot írunk, szerencsétlen, ott most gondolom szitkozódhat, hogy itt vagyunk ketten és nem segítenek. Hát segítenek, csak hát ez nem egy ilyen hirtelen. Már is jövök. 2.93. Hihetetlen, milyen kicsit rollolt bele. Már is jövök, leramolom. 2.50-et sebeztem azzal, hogy neki mentem. Ki is szedte, megvan az első frag, 6 bevitt. Vagyis abból volt egy a rammolás. Már is jövök vissza. Valaki megpróbált semlegesíteni. Megfordítom, ilyenkor, mikor menekülünk, ugye megfordítjuk a tornyot, hogyha esetleg hátulra meglőnek, hát ha szerencsénk van, és a lövegpanzsot lövik el, nem pedig a popsit. Már is új pozíciót veszünk fel, nem fogunk visszamenni oda a kepkörünkhöz, aztán imádkozni, meg szotyízni, hanem igenis a Mikulás csomagokat át kell adni. Zsizel! Épp
épp-épp tornyozni készül, kicsit hátrébb megyek, hogy feljebb tudjak menni. Ugye minél magasabban vagyok, annál jobban rálátok. Már is bevittem és letrekkeltem, és húzom vissza fedezékbe, mivel elég bután popsiból az ég felé jöttem ki, de mivel nem voltam spot on, így ez volt a legkézenfekvőbb, ugye így ráláttam. Most is helyezkedek, hogy legyen gándepem, csőlehajlásom. Akár a közepet kelljen meglőni, akár ugye a zsizeles K oldalt. Még ezt nem merném kijelenteni, hogy hát ez nyert csata, de bízunk a Mikulásba. Zsizel már is kapott egy 408-at, oda is trekkeltem, imádkozom, hogy lőjék. Úgy látszik, senki nem tud lőni, hát akkor én bevégzem. Boldog Mikulás napot, meg van a második frag. Még egy boldog arc a garázsban. M103, Tier 9-es Amcsi Heavy. Sikerült egy embereset belerakni, de úgy, hogy le is rekkelődött, plusz sebződött, plusz még kiszedték. Jó, kicsit megmozgatjuk a tankot, várunk, mert ott középütt ugye, ti nem látjátok, de én a mapon láttam, hogy ott, ahol klikkeltem a csapatnak, hogy ott elég sokan álltak, csak nem lehet oda látni. Nos, van még egy zsizelünk, ennek nagyon örülünk. Plusz van egy E4-ünk, annak annyira nem, tehát az azért elég nehezen szokta elfogadni a csomagot. Artik menekülnek, ennyi, ennyi. 3.52-vel beköszöntünk. Hiába ez a szeretett napja. Meg hát én is azt mondom, hogy adni jobb, mint kapni. Úgyhogy én nem sajnálom, ezen nem fog múlni. Már is átépítést tartunk. Az E4-re pályázom igazság szerint, de valahol bányász lehet, vagy nem tudom, mert tengerszint alatt van. De úgy látom, a kollégák azért foglalkoznak vele. Hopp, akkor megjelenik egy VK, ugye ő volt a light a partiba. Látszik is, hogy együtt vannak. Próbálnak elvágtázni a naplementébe, csak a light az annyival gyorsabb volt, ő már szerintem oda is ért. Mint mondtam, nagyon troll tornyunk van, ha toronyból tudunk játszani, tehát megszoktuk, hogy a testet hogy rakjuk el, akkor nagy meglepetés nem ér. Hiába csak 178 mm-es, mondom, ez egy kis troll. Hopp. VK, hát rálőttem egy figyelmeztetőt. Nem nagyon akarok sebzésbe venni, az az igazság. Inkább megvárnám, hogy kijöjjön. Tehát jó, próbálom így a parancsnoki kupolát, vagy ezt-azt eltalálni. Hogy alaplőszerre az elég combos. Annyi időm meg nincs, hogy csak úgy becélozgassam. Inkább kicsalom. Megpróbálok rászűkülni, mielőtt, hogy hát ha beletolat ugye a szűkülésbe, és akkor ellövöm. Hát nem. Mint mondtam, a torony az dolgozik, és már is ugye gyorsabban töltünk, alsó lemez, már is bevittük, maradt 601 HP-ja, kicsit megringatjuk, pont rossz oldalt van a parancsnoki kupolám, de valamiért nem, meg hát az elég mobilisak vagyunk, ide-oda rángatjuk, akkor nem nagyon tudja eltalálni. Jó, kapott 429-et, hát itt rálőttem, nem jött be, ő is rám, semmi baj, már is lelopták, jókor. El kellett szenvednem egy kis találatot, de ugye van 2000 HP-nk, az azért vígan elég, ha okosan játszol. Közben megjött a zsizelke, csomag átadva, annyira újjunk, hogy jön a következőért, repeta van. Hát ez nem sikerült teljes mértékben átnyújtani, de ami késik, nem múlik. Csá, megvan a harmadik boldog nyertesünk. Még mindig tudnánk csomagot kiosztani, ugye akár négyet is, úgyhogy rohanunk szépen óvatosba. Ugye van két arta, még mindig ott a light, az a kis lapos, meg van egy VZ TD-jük, úgyhogy csak óvatosan. Nagyon jó látótávunk van, úgyhogy nem kell előre rohanni, hanem mindig fokozatosan előre mész, és akkor ha van valaki közelbe felhúzott, hopp,
Hoppá, a kedvenceim. Na hát bekészít a csomag. Boldog Mikulást. Megvan a negyedik boldog játékos. Ho-ho-ho, mondhatnám így is, és már is száguldunk tovább. Imádom ezt a tankot, hopp. És megvan az ötödik boldog játékosunk is. Ho-ho-ho. A Santa Claus M60-as. 5-2-18 bevitt, de hát ugye ebből volt RAM is. Mondjuk az se volt rossz, 250. Mögöttem a Light. Én viszont keresem az Artát, mert hát én Arti fan vagyok, imádom őket, és ezen a szép napon ugye szeretnék mindenkinek örömet okozni, a gyerkőceim is nagyon fognak örülni, és remélhetőleg itt a öt játékos is. Ugye jó volna belopni, hát nem lopni, mert hát megdolgoztam érte, meg megdolgozom érte, de ugye a hatodiknak, ugye a Top Gunnak úgyis el van foglalva a pénzével, akkor gondoltam, hogy így szépen kijövök. 450. Azt a 700-át, hát nem adta be, hagyod benne egy kis HP-t, azt meg elvitte a VK-t. Hát mindegy. Boldog Mikulást, szintúgy ho-ho-ho. Hát ennyi lett volna ez a Mikulás külön kiadás, ugye az M60-nal. Nagyon szeretjük, nagyon jó ágyúja van, precízen dolgozik, menjünk vissza a garázsba, és nézzük, mit alkottunk, mit sikerült kiosztanunk. Nos, hát igen, anni jó, de kapni is azért néha jól esik. 71.447 kreditet kaptam, boldog vagyok. 4.336 XP-vel megspékelve. Nos, 5 játékos sikerült boldoggá tennem. 6.152 sebzés sikerült kiosztanom. Ami azt mondom, hogy így Mikulás alkalmában nem is olyan rossz. Nem azt mondom, hogy ez életem legjobb csatája, főleg nem ezzel a tankkal, de így Mikulásra azt mondom, hogy perfekt. Ugye 4-20-os látótávnak köszönhetően volt 4 felderítésünk, viszont azt hiszünk csak 317, és volt 640 blokkolásunk. Semmi probléma, abszolút. Ugye nagy kaliber lettünk, zúzó, meg mi egymás. Csapatmunka. Fent vagyunk, ők meg lent vannak. Mit mondtam, a 10-es az... A 10-es tankok nem nagyon tudnak játszani, sőt, annál lejjebb se nagyon. Mindegy, lényegtelen, Mikulás van, mindenki örüljön. És ennyi, ennyi lett volna az M60-ban. Csodálatos játéka. A tank még mindig kiváló, iszonyatosan lehet vele dolgozni. Ugye a jó skilles legénységed van benne, akkor... meg van némi érzéket hozzá, bármit le tudsz vele hozni. Én nagyon szeretem, nem véletlen Jeli mobil, de ezt ugye már elmondtam sok-sok videóban. Na tehát akkor maradjunk annyiban, hogy péntek este kék osztriga, ha minden jól megy. Viszont azt még hozzátenném, hogy hát nagyon sok tankom nincs felszerelve, mivel vasárnap, az utolsó napon én visszavettem az összes 10-est, amit eddig kihúztam, de nem állt a garázsomba. Úgyhogy jó, most van már kreditem 2.200.000, viszont nagyon sok tankom felszerelés nélkül van, úgyhogy a nagy választék nem lesz. De a kis pirost azt biztos, hogy viszem, mert azzal a farmolok, nagyon szeretem. Most már ugye vége lett a plusz egy, mínusz egynek, úgyhogy bekóstolta rendesen a tízeseket is. Én azt mondom, hogy nagyon jó haladok vele, akár tízes tierbe is, viszont a csapat az nem tud játszani, és ez ennyi. Tehát ezzel már nem lehet segíteni. Most ilyen karácsony, megint olvasgatom, mindenki konzolokat vesz, jó, hát ez nem azt jelenti, hogy mindenki botozni fog. De ugye egy új játék azért eléggé költséges, és általában akinek konzolja van, az megnézi, milyenek az ingyen játékok is. És ez egy tankos, és ennyi. Tényleg a, micsoda, a mentor programban találtam két úriembert, hát abban az egyik az nem nagyon
mert utána jönni, vagy nem tudom, mi történt vele, szerintem meg hátrált, viszont a másik illető az meg eljött az első órára. Hát értem, hogy miért vannak tízes tierben is egylövésesek, úgyhogy nagyon-nagyon sokat kellene tanulni ahhoz, hogy jó játékos legyen, viszont nagyon szimpatikus az úriember, úgyhogy meglátjuk, mit tudunk faragni belőle. A másik dolog, hogy végi oldalról mondták, hogy lesz PS4 votos crossplay, tehát össze lesznek engedve az Xbox-szal. Tehát ez már 1000%, tehát úgy, mint a hajósnál, tehát ez 1000%, viszont az, hogy mikor, az, passz. Hát nem tudom, hát decemberben már nem valószínű, bár ki tudja, reménykedjünk. Úgyhogy biztos, hogy össze lesz, tehát ez már 1000%, tehát ennyi infóm van az esetről, mondjuk én még szerettem volna informálódni, hogy lehet-e, vagy lesz-e egyszer, hogy lehessen cserélgetni célzó módok közül, úgy, mint PC-n legalább, nem azt mondom, hogy most ilyen hiper, ilyen predátoros célzó, meg terminátoros, meg ilyenek, mint amik vannak ilyen módok, de azért egy-két változatosság nem ártana, feldobná a játékot is, mert azért évekig ezt nézed, ezt az egy célzót, jó, hát megszokod meg minden, de valami kis divatosat belevihetnének, mint ez a kör, vagy akármi, vagy a választás lehetőségét, ugye rá. Én azért ezzel feldobnám a játékot, de majd levéllel bombázom őket. Van egy pár ötletem, amit nyugodtan betehetnének. Nos, hát ennyi lett volna. Mindenkinek nagyon szép pénteki napot, és boldogot természetesen. Próbáljátok minél többet családdal, meg ezzel azzal lenni. Jó, ez még nem karácsony, de a Mikulás is nálam legalábbis dobogós helyen áll, főleg ha ugye gyerkőcök vannak, annál szebb dolog nincs, mikor az arcukon látod, hogy mi történik. Mert így most hiába mondtam én is a két kicsinek, hogy ha jön az éjszaka a Mikulás, hát vigyor, meg volt, de szerintem fel se fogták, hogy jó, hát tudják, hogy ki ez a Mikulás, csak azt, hogy most ez most jön, meg mit csinál, meg hát ők nem emlékeznek arra, hogy tavaly mi volt például, épp úgy, mint a karácsonyra se. De reggel lesz meglepi, azt hiszem. Alig bírtuk teletönni a csizmákat, úgyhogy azért mondom, mindenkinek nagyon szép napot, imádkozzunk, hogy este találkozzunk, együtt tudjunk egy kicsit lenni, sőt, én azért szeretném azt a The Last of Us-t is folytatni, de hát ahhoz legalább egy nézőnek nézni kéne, hogy nem magamba ökörködjek ott, úgymond. Úgyhogy azt még majd megbeszéljük stream közben, jó? Nos, ez lett volna az M60-as, király egy gép, király egy med, nem izzadtam meg, tudtam hova megyek, tudtam hova viszem, nagyon együtt lehet simulékonyan dolgozni az M60-nal, úgyhogy ez volt a Mikulás külön kiadás. Hamarosan találkozunk valamilyen formában, stream. Jerikó voltam, sziasztok!